Na, köszönöm szépen. Igen, én is egy csiszolatlan gyémántként nyúltam a témához, és hát csiszolgattam egy kicsit. Jó, ez nem lesz egy átfog, tehát jó napot kívánok. Nyilvánvalóan ez egy nagy téma, 60-as évek realizmusa. Nem lesz ez egy nagy áttekintés, de ugye már nagyon sok előadást tartottam Karácsony Gáborról, életpálya, meg mindenféle szempontból, és ahogy dolgozzuk föl az életművet, nekem egyre inkább a szívügyemmé válik az életműnek az a korai periódusa, amikor ez az önarckép is készült, tehát a 60-as évek eleje. Ugye Karácsony Gábor mondjuk úgy, hogy 59-ben kezdett el hivatásszerűen a képzőművészettel foglalkozni, de már gyerekkorából zseniális vázlatkönyvei meg akvareljei vannak, de ez egy másik kérdés. Tehát, és onnantól kezdve látom azt, hogy úgy formálódik az életmű, hogy úgy semmi nem történik benne véletlenül. És gondoltam azt, hogy azért ez az életmű mégse lebeg csak úgy az 1960-as, 70-es évek művészetében, még hogyha teljesen egyedülálló is, de akkor se lebeg, hanem benne van abban a közegben, amiben nagyon sok más művész is dolgozott, és hogyha felütjük a korszak művészettörténeti kézikönyveit, nem is a korszakét, a korszakról szóló művészettörténeti könyveket, 60-as évek művészetet, Karácsony Gábor nincsen benne. Azért nincs benne, mert tulajdonképpen az életműnek ez a korai része, ez alig lett bemutatva. Ő neki egy-két nagy kiállításán láthatta a közönség, 2017-ben a Műcsarnokban nagyon sok mindent megmutattunk, kollégák nézték, ezt is a Karácsony festette, mondom, ezt is ő fest. Ugye ezt nem ismerték. Még mindig nincs annyira megismerve, de hát a dolgunk a Karácsony Archívumnak az is, többek között, hogy az életművet nem csak, hogy feldolgozzuk, hanem, hogy ismerté is tegyük. Tavasszal csináltuk ugye a sajtóképekről a kiállítást, annak a katalógusa megjelent, itt láttam, van is. És előbb-utóbb majd hát ezt is szeretném úgy igazán áttekinteni. Ez az előadás, ez csak egy ilyen bemelegítés, vagy bevezeti a részemről is, hogy mik azok a vonalak, ahol majd el szeretnék indulni, hogy az ő ekkori festészetét egy kicsit jobban megértsük. Beszéljünk arról, hogy a realizmus, és egy kicsit induljunk messzebbről, de még nem a, vagy már nem a klasszikus nagy realizmustól, hanem abból a világból, amiben Karácsony Gábor is mondjuk úgy, hogy felnőtté érett, az 50-es évek úgymond szocreália, vagy szocialista realizmusnak mondták, de az egy kicsit komoly fogalom, ez egyszerűen szocreál. Tehát a nagy politikai fordulat után a képzőművészetben is megjelent úgymond a szovjet mintakövetésének az igénye. Érthető képeket kell festeni, realista módon kell festeni. Dolgozónép megértse ugye ezt a fajta festészetet. Röviden ez volt az irányelv. Ez a festészet és ez a szociál művészet nagyon erősen propagandisztikus tartalmú volt, nagyon erősen az állami, szovjet mintájú kommunista ideológia alátámasztására szolgált, és még hogyha a legjobb festők is dolgoztak, de valahogy a műveken mégis érződik, hogy nem teljesen őszinte mindaz, amit itt látunk. A szocialista realizmusnak, vagy a szociálnak, ez kicsit olyan, mint a tulajdonképpen, mint a szovjet rendszer a képzőművészetben. Diktatúra, irányelvek, művészetpolitika, mit kell festeni, mit nem szabad festeni, mi az, ami tilos, mi az, amit üldözni kell. Akkor még nem volt a 3T, az majd az acél nevéhez kapcsolódik, de néhány év, 60-as évek elejétől válik az is egy olyan jobban artikulált területté.
Úgyhogy a szociálból mutatok néhány képet, Bán Béla, aki egy kiváló művész volt egyébként, csak ugye az Európai iskolában tevékenykedett a II. Világháború után, aztán nagyon hamar szociálművész lett, és aztán 56 után meg úgy érezte, hogy itt őt majd biztos üldözni fogják, és akkor emigrált Izraelbe. De egy remek művész volt, az absztrakt képei nagyon jók, és most őszintén technikai értelemben ezek a képei is jók. Csak mégis van bennük valami hamisság, hazugság, de a lényeg, a szociál képek mindig arról szólnak, hogy van valaki, aki utat mutat, aki jobban tudja, hogy mit kell csinálni. Tehát ezért nehéz mondjuk azt mondani, hogy szociál tájképeket nehéz találni, mert a táj az táj. De mihelyt van egy ember, akkor már ott el lehet, be lehet mutatni az ideológiát, hogy van a képzett művész, művészeltárs, szovjet, fővárosi, akárki, aki megmondja, hogy így is kell, így kell csinálni, vagy úgy kell csinálni. A legtöbb szociál képen mindig van valaki, aki utat mutat a többieknek, és megmutatja, hogy mit kell csinálni, mert úgy gondolták, hogy a művészetnek az a célja, hogy a társadalmilag nem elég érett rétegeket, ugye, osztályokat, azokat nevelje, azokat éretté tegye a modern művészet befogadására. Tehát minden körülmények között nevelés, oktatás, irányítás, átformálás, ez volt a célja. Rákosi Eftár Sztálinvárosban. Gratulál az építőknek, és megyünk tovább. Benedek Jenő, kihagytam egy elbetűt. Mit láttam a Szovjetunióban 1949? Ugye ez is egy ilyen agitatív jellegű kép. Jön a fiatalember, és elmeséli az otthoniaknak, hogy a Szovjetunióban mennyivel jobb és szebb az élet. Ezt abból gondolom, mert mindenki álmélkodva, csodálkozva hallgatja a kisgyerektől kezdve, a nagymama is, aki itt egy krumplit pucol, és mindenki, és nagyon büszkék vagyunk a fiúra, hogy őt kivitték a Szovjetunióba, és ott mutattak neki mindenféle klassz dolgokat. Szintén Bán Bélának ez egy nagyon fontos kép a korszakból. Kónyi elvtárs, a Ganz villamossági gyár, ez Stahanovistája, 950. A háttérben ugye ott van egy Sztálin portré a falon, és Kónyi elvtárs tulajdonképpen mit csinál? Utat mutat az ő családtagjának, szomszédjainak, felolvas valamit, megmagyarázza a szabad népből, hogy ezt elvtársak, szomszéd elvtárs, ezt nem így kell érteni. Ott van az asztalon egy Sztálin kötet, a kisgyerek valószínűleg semmit nem ért belőle, de a maga naív lelkesedésével mélyen átérzi, hogy a papának igaza van, akármit is mond. Szóval az oktatás és nevelés. Na ez volt a realizmusnak az egyik iránya, amit aztán a végtelenségig nem lehetett folytatni. A 951-es országos kiállításon jelent meg ez a fantasztikus mű, ez egy körülbelül olyan 3x5 méteres kép. Kádár György, Konesnyi György, érdekes, hogy mind a ketten grafikusok voltak. Tulajdon a Konesnyi zseniális grafikus volt. Kiváló plakátokat tervelt a 20-as, 30-as években. Na mindegy, megfestették a Vihar előtt című képet, ugye Dózsa népét, és na erről a kritika is azt mondta, hogy ez igen. Tehát ez most jól meg van csinálva, de itt is észrevették azt, hogy hát azért a kép mégsem fejezi ki egészen a dolgozó népnek a törekvését arra, hogy felfordítsa a világot. Hát Dózsa épp csak, hogy ott látszik valahol oldalt, ugye, világít rá némi fény. Elől az emberek készülődnek, hogy átkeljenek a Tiszán. A vihar előtt nyilván szimbolikusan értendő, majd mit csinálunk itt akkor a vihart, hogy kőkövön nem marad, Dózsa parasztháború. De alapvetően ez egy nagyon jól megfestett kép, látványos, technikai értelemben is, és a korabeli kritikusok is azt mondták, hogy hát tulajdonképpen olyan, mint a 19. századi történelmi festészet folytatása, de nem elég modern, mert ebben nincs benne ugye a szocialista népnek a küzdelme meg egyebek, de van benne egy érdekes mozzanat, Dózsa György ott a bal oldalon, ő is mit csinál, rámutat valami papírlapra, hogy parasztelvtársak, erre fogunk támadni, vagy mit tudom én, mit mond Dózsa György. Tehát ő
az irányító, ő, aki utat mutat. Szóval én azt gondolom, hogy a Szocreálnak ez egy igazi remek műve, a Kádár-Konecsni féle hatalmas vászon. És ugye ők még egy régi nemzedék tagjai. Ezek a 20. század elején, vagy a század fordulón születtek, és ebben az időszakban, az 50-es években lép színre, akár akarjuk, akár nem, de van egy új nemzedék, aki akkor 20 éves, és születik meg a realizmusnak egy újfajta látásmódja. Csernus Tibor ugye az egyik ilyen fontos művész, és ez az 54-es kép, az újpesti rakpart, ez egy különösen számomra nagyon jelentős műalkotás. Elég nagyméretű kép, és hogyha akarom, azt lehet mondani, Bernát Aurél tanítványa volt, hogy hát kérem szépen, ez egy realista kép. Ugye mit látunk, munkás fiatalok ott ülnek a rakparton, egy ilyen targoncán, kártyáznak, vagy mit tudom, mit csinálnak, beszélgetnek. Realista, ráadásul munkások vannak rajta, de a kép mégsem elég jó, nem mai szemmel, hanem a korszak hivatalos kritikája szempontjából, viszont mégis van benne valami, ami zseniálisan újszerű, hogy ezek a munkások, ezek lődörögnek. Ezek nem melóznak, ahogy a szociál képeken elvárták volna, hogy építjük a szocializmust, amíg bele nem szakadunk, hanem ezek nem csinálnak semmit. De nem mondanám azt, hogy lógnak, hanem azt mondanám inkább, hogy pihennek, vagy mit tudom én, vége a műszaknak, kikapcsolódnak, vagy ugorjunk le a gyárból a Dunapartra, egy kicsit levegőzzünk. De a lényeg az, hogy hiányzik belőle az a fajta heroikus látásmód, ahogy a munkásembereket, a fiatalságot ábrázolni kellett volna. És hát aztán a Csernusnak meg is mondták, hogy azért magától nem ezt vártuk, Csernus elvtárs. Mert ő azért, nem mondom, hogy tudott szociál képeket is, de a pályája kezdetén még azon a vonalon mozgott, ugye, hogy Orlai megfesti Petőfi Sándort. Ez volt az egyik első kép, amire valami díjat is kapott. De ott tényleg az volt, hogy két nagy ember találkozása, hogyan ábrázoljuk a nagy költő. Az jobban összesimult a Szocreálnak az eszményével, mint ez. És nem véletlen, hogy Csernus volt az, akinek a realista festészete tulajdonképpen teljesen eltávolodott a Szocreáltól. Realista maradt, de rá se ismerünk arra a világra, amiben ezek a művek megszülettek. Már a 60-as évek műkritikája és szürnaturalizmusnak hívta ezt a stílust, amiben egyszerre a szürreális és a naturalisztikus elemek keveredtek. Magyarán naturalista volt, mert mindent föl lehetett ismerni, hogy micsoda, de mégis szürreális volt, mert ahogy a dolog megjelent, az meg elképzelhetetlen. Ugye egy nagyon fontos kép, ez egy óriási nagy kép, a Saint-Tropez 959-ből. Hát behunjuk a szemünket, Saint-Tropezről mi jut eszünkbe, Louis de Funès, a Saint-Tropez csendőr, francia vígjátékok, milliómosok élete a francia Riviera, napozás, mit tudom én, Dolce Vita és egyebek. Na most ez Saint-Tropez, ebből semmit nem látunk, hanem van egy embertelen tömeg, árbócok, vitorlák tömege a háttérben, a leghátul a tengeren meg egy hadihajó. Szóval teljesen abszurd az egész, ha úgy tetszik. És itt jön már egy olyan mozzanat Csernus festészetében és a valóság ábrázolásában is, ami egy tényleg túllép azon a, úgymond a szociál elvárásokon, ez pedig a valóságnak az értelmezhetetlen zsúfoltsága. Csernusnak mindegyik képén azt látjuk, hogy tele van, minden fölismerhető, de az egész tulajdonképpen értelmezhetetlen. Tehát ha nagyon akarom így 50-60 év távolából, azt is mondhatom, hogy Csernus zseniálisan ki tudta fejezni azt, hogyha nincs semmi más célunk, csak a valóságot minél élethűbben ábrázolni, akkor abból káosz születik. Tehát a művésznek rendet is kell rakni bizonyos formában,
nem elég, hogy mindent élethűen megörökítünk. Lehel piac, ugye 13. kerület, Angyalföld, munkáskerület, ide járnak a munkás elvtársak vásárolni, ugye, ahogy Kádár János mondta volna. De semmi nincs benne, úgymond a szocialista világ levegőjéből, hanem megint mi van benne? Az értelmezhetetlen zsúfoltság. Miközben látjuk, hogy ezek itt, mit tudom én, petrezselj, meg káposzták, krumpli, tehát sok mindent fölismerünk, de mindent fölismerünk a képen, nagy húsok lógnak, ugye, meg egyebek, bordák, de mégse egy mai 13. kerületi lakos megnézi ezt a képet, hát ez a Lehel piac. Ilyet nem fog elhangzani soha életben, mert ez alapján nem lehet fölismerni, hogy ez a Lehel piac. A címe az. Tehát ez Csernusnak ez volt az új zseniális látásmódja, és ezt nagyon sokan követték őt. Egyrészt a megfestés stílusa, visszakaparások, úgymond a cuppantás, hogy a nedves festékbe belerakunk valami papírt, aztán azt fölemeljük, és akkor ott képződik egy ilyen cuppantott felület. Tehát a technika, a felületi gazdagság, és a tematikus gazdagság, és a valóság, hogy is mondjam csak, minél tárgyilagosabb ábrázolása, aminek a vége a káosz. És ez tökéletesen, ha akarom, illeszkedik a 60-as évek világára. Látszólag ugye épült minden, de tulajdonképpen politikailag senki nem tudta egész pontosan megmondani, hogy mi van. Kádár János persze megmondta, hogy itt a munkásosztály diktatúrája van, de semmi nem egészen úgy volt. Tehát demokráciának is csak félig volt az, és a többit meg tudjuk, hiszen benne éltünk, de azért nem volt egy elvadult terrorisztikus rendszer, még hogyha nem is lehetett mindenkinek mindent csinálni. Sokan ma teljesen érthetően mondjuk nosztalgiával gondolnak arra az időszakra, de lehet, hogy ez csak azért van, mert azóta eltelt 60 év, és aki ma visszagondol, az mégiscsak túlélte ezt a 60 évet, és azt gondolja, hogy akkor fiatalabb voltam, és talán jobb is lehetett volna. Csernus kortársa volt Lakner László. Ugyanez a látásmód a politechnikai szekrény, szerszámok vannak benne, kacatok, csavarok, szögek, mindenféle alkatrészek, de hát ugyancsak áttekinthetetlen zsúfoltságban. A Lakner szemléletének, Lakner festészetének nagyon messzire visz az ő festészete, maradjunk most tényleg ennél a néhány évnél, de már akkor megvolt egy bizonyos értelemben ironikus karaktere is, amikor azt mondja, hogy megfestem a konzervgyártás kezdeteit. Na most ki tudná ezt így hirtelen fölidézni, hogy hogy is kezdődött a konzervgyártás? Valahogy elkezdődött nyilvánvalóan. Tehát ha akarom, ez egy jó munkás tematika, hogy hát a konzervgyártással a konzervgyártó munkások ugye dolgoznak, ez egy remek téma, Lakner elvtárs, köszönjük szépen. De valójában tiszta irónia az egész, mert hát nem mindegy, hogy hogy kezdődött a konzervgyártás. Van ennek egy történetileg kitüntetett pillanat, amikor azt mondjuk, hogy na, innentől kezdve minden megváltozott? Nincsen. Tehát én szerintem, én ezzel mindig derülök, amikor ezt a kép címet, erre a címre gondolok, vagy a képet meglátom, mert itt egyszerű nők dolgozgatnak, még azt sem látom, hogy mikori a kép. Tehát mármint, hogy milyen korszakra gondolhatott Lakner László, a 18. századra, vagy valami más periódusra. Dolgoznak az emberek, mit is csinálnak? Gyümölcsöt pucolnak? Vagy a jó ég tudja, hogy mivel foglalkoznak. De egy biztos, az a bizonyos zsúfoltság, és az az áttekinthetetlenség, az ezen a képen is ott van. Tehát ha valaki most a munkásosztály realizmusát keresni ezen a képen, akkor azt mondani, hogy értem én, hogy ezek itt munkások, na de hol van ebbe bármi lelkesítő üzenet a mai nézők és a mai munkások számára? Ez egy idézőjelbe tett geg, hogyha úgy tetszik, és realista, természetesen realista, tagadhatatlanul az, mint ahogy az Szabó Ákosnak a Konyha című képe is 1961-ből,
Múltkor is vetítettem, és múltkor is elmondtam, amit szerintem a képnek egy nagyon lényeges sajátossága. Ezen a képen minden van, ami egy konyhába kell. Daráthús, zöldségek, tojás, befőttek, gyümölcsök, a tűzhelyen lábosok, mosogatórony, dinnye, minden. Tehát, ha akarom, és mondjuk mellé rakok egy hollandiai, mondjuk konyha csendéletet, ahol ott vannak a húsok és mindenféle finomságok teljes gazdagságban, akkor hiába van ez tele cuccokkal ez a kép, de mégsem a gazdagságot idézi fel előttünk, hanem a szegényességet. Hiába van meg minden, de az egész önmagában szegényes. Szóval mégsem az élet gazdagsága, és nem a jólét sugárzik ebből a képből, hanem az, hogy mindent összehalmozhatunk, megvehetjük a lehetéri piacon, de bevisszük az ócska konyhába, és akkor tulajdonképpen egy káosz lesz belőle, mert itt most hirtelen nem tudjuk, hogy mi az, amit ebből az egész kupacból meg lehet enni, vagy még nem lehet megenni, mert még félig van, vagy nyersen van. Nem tudom, hogy a Szabó Ákos milyen megfontolásból festette ezt a képet, de én ma ezt látom rajta, azt az ellentmondást a 60-as évek világában, hogy látszólag minden van, de minden a szegényességről szól. A szegényesség gazdagsága, ugye lehetne ez egy ilyen jópofa mondat. Nagyon sokan festettek hasonlóan, tehát a Szabó, Lakner, Csernus, Kóka Ferenc, hát ezek már nem, a Lakner még él, ugye, de ezek ma már, ha élnének, 90 körüliek lennének. A Kóka is azt hiszem, hogy 34-ben született, ha jól tudom. Tehát az ő virágboltja, és ez ugyanaz a technika, hogyha megnézzük, és majd fogok mutatni egy olyan Kóka képet, ami olyan, mint egy Karácsony Gábor kép a 60-as évekből. De itt is mi van? Ugye dolgoznak a virágkötő lányok, vagy akárkik, virágáros lányok, ablak nyílik a valahova, az utcára, vagy a tájra, a budai oldalra, de megint egy áttekinthetetlen zsúfoltság és levegőtlenség van az egész képen. Színesség, gazdagság, de a gazdagságnak ez az értelmezhetetlen tömege. És nem azért van ez, mert a Kóka nem tudta rendesen megkomponálni a képet, hogy egy kicsit legyen levegősebb, hanem valahogy úgy érezte, hogy így kell festeni. Ez nem tudom, hogy ki kire hat ilyenkor, de ő se takarékosan fest, hanem azt mondjuk, hogy mindent belerakunk most, amit lehet. 964, végre lehet kapni virágokat, akkor gyerünk, nyomjuk tele az egészet, és hát mondom, ugyanaz a kettős érzésünk van ezt a képet látva is, mint a Csernus-féle úgymond szürnaturalista realizmus munkáival kapcsolatban. Van egy nagyon fontos és lényeges momentum a korszak festészetében, amiről így külön szeretnék beszélni. Ez pedig az egész, hogy mondjam, képi ábrázolásnak egy ilyen univerzális metaforája, az építkezés. Ugye azt a fogalmat, hogy építünk, ezt talán soha olyan sokszor nem használták, mint abban az időben, mert a munkásosztály építette a szocializmust, ugye? Az építés volt ennek az új világnak, ez a mondom még egyszer univerzális metaforája, minden épült, és valóságban is hatalmas építkezések zajlottak, és Lakner László egy viszonylag kisméretű kollást készített, ez egy kínai építő munkások, ez egy fotó, amit aztán ő még festészettel tovább dolgozott, és érezzük ugye ennek az egésznek a hátborzongató jellegét. Ezek nem úgy építkeznek, ahogy mi szeretnénk, hogy fölépítenek nekünk egy szép kis családi házat, hanem ezek az értelmetlen, hogy is mondjam, csak monoton és embertelen munkának a hangya-szerű rabszolgái. Hurcolják a gerendákat oda-vissza megállás nélkül, mint a Fritz Langnak a Metropolisában, vagy a Chaplinnek a Modern időkében. Tehát ez a kép, ez már, ha úgy tetszik, egy iszonyatos
negatív utópiája annak, hogy építkezünk, de hova építkezünk, mit építünk, és mi lesz ennek a vége? Kicsit olyan, mint hogyha a pekingi madárfészek stadion lenne, az olimpiai stadion. Hát igen, bár a struktúrát nehéz, tehát ebből azért nehéz lesz kihozni valamit. Értelmetlen a szerkezet, hogyha lehet ezt mondani. És ugye itt se lehetett azt mondani, hogy Lakner elvtárs mi ez a kép. Hát azt kérem szépen, hát ez egy realista módon megfestett kép, ami építő munkásokat ábrázol, és ez így nyelvtanilag kimondva, ez így pontosan így is van. És az egész mégis hátborzongató. Na most, az építkezésnek viszont megvolt az a, hogy mondjam csak, szerencsés sajátossága, hogy az állványzatok struktúrája az mégiscsak egy absztrakt rendet képviselt, és azok a festők, akik a 50-es, 60-as években, ugye 57-től egy kicsit, hogy mondjam csak, engedett a művészet politikai szigor, és az absztrakciónak bizonyos lehetőségeit megengedték a nyilvánosság előtt is, be lehetett mutatni, de akkor egyébként üldözték, és nem tartott túlságosan sokáig. De a művészek nem hülyék, és akkor se voltak azok. Hát azt mondom, akkor fessünk állványzatokat, vasúti pályaudvarokat, sineket. Tehát aki az absztrakcióba gondolkodik, és az elvont struktúrákban, akkor azt mondom, hogy majd azt a címet adom neki, hogy építkezés, vagy állványok, abban nem lehet belekötni, és mégis meg tudom valósítani valamennyire az én absztrakt látásmódomat. Bartha Lászlónak az Állomás című képe, amikor 61-ben bemutatta, a műkritika már akkor azt írta róla, hogy valószínűleg korunknak a legjobb festménye született meg. Ezt azóta nem mondja senki, de én imádom ezt a képet, mert egyrészt ma is jó. Tehát semmi olyan nincs benne, amit hát ez másképp kellett volna csinálni. Nincs ilyen érzésünk. Remek dinamikája van, színben, kompozícióban, egybe van, és ha akarom, még szól is valamiről, valóban olyan, mint egy állomás, egy külső pályaudvari rendező, annyira absztrahálva a sinek és a felső vezetékeknek a rendszere, hogy egy tökéletes absztrakt struktúrát jelenít meg, a felvillanó jelzőfények különböző fénypontokat jelölnek ki a képen. Fantasztikus kép, tényleg egy zseniális alkotás, csodálatos mű, de hogyha Bartha azt a címet adta volna neki, hogy fények és vonalak, akkor azt mondta, Bartha elvtárs, ne haragudjon, ez túl absztrakt, ez nem. Azt mondta neki, hogy állomás, és akkor már nem lehetett belekötni, mert hát végül is hát a munkásosztály vonatokon utazik, vasútállomásokon jár. Tehát a képek címadásával nagyon sok mindent el lehetett kerülni, és amiről az előbb beszéltem, hogy az építés, mint egyetemes metafora mögött absztrakt festészetet lehetett művelni. Vagy azt a, már-már azt mondom, hogy szürreális látásmódot, amit szintén nem nagyon szerettek, ugye a 50-es, 60-as években, Gyémánt László, aki szintén egy zseniális figurája volt, még él, hát hány éves, már is 90 felé jár, csodálatos művész volt, remek, nagyszerű az életműve, és a 60-as években úgy beszéltek róla, mint a modern művészet egyik fene gyerekéről, aki egyszerűen úgy rajzol, úgy fest, mint senki más, és ez igaz is. Na most ő is pontosan ugyanazt csinálja, mint a Lakner, csak ez egy nagyméretű kép, építkezés, de nincs ember, aki megmondaná, hogy mi a franc épül itt. Tehát ez az értelmetlen építésnek a, hogy mondjam, csak az emlékműve, ha mi akarom, tökéletesen szimbolizálja a szocialista tervgazdálkodásnak is az értelmetlenségét, az erőltetettségét, mindegy, hogy mi meg kell építeni, idén el kell fogyni 1 millió köbméter betonnak, ha kell, akkor mindent lebetonozunk, de a tervben ez van véve, és kész. Ugye, tehát ez van ebben a képben, hihetetlen. Hát ezek az állványzatok, ez olyan, mintha a levegőben lógnának itt bizonyos részek. Fantasztikus a kép. És mai szemmel azt mondjuk, hogy ebben nagyon erős, kritikus, ironikus hang van. Ez egy erős kép. Az építés, mint a korszak metaforája, hogyan válik a művészek számára
mondom még egyszer, hogy egy újfajta látásmód, képviselhet, mit tudom én, mi évén, értjük, amit mondani szeretnék. Fóternőnél is ugyanez a helyzet, építkezők, de ez is olyan, mint egy absztrakt struktúra, ami elnyeli ezeket az embereket. Ha akarom, ez lehetne egy egzisztencialista drámának a színpadképe, ahol az emberek kovályognak a semmibe, és nem tudják, hogy mi lesz velük. Egyetlen egy szabad választásuk van, hogy valamelyik állványra fölkössék magukat. Kész, ugye? Be vannak zárva, tehát ha akarom, ez olyan, mint egy bört, egy rácsozat. De lehetett azt mondani, hogy kérem szépen, ezek szocialista dolgozó emberek, és akkor fóteftás nagyon jó, csak így tovább, ilyen képeket szeretnénk továbbra is. Nagyon jó ez a kép. Nagyon jó. Manapság nem szeretjük ezt a festészetet, vagy nem sokat beszélünk róla, és azért nem, mert a 60-as évek realizmusát azt nagyon háttérbe szorított a 60-as éveknek a neoavangárd világa, és a mai művészettörténeti kézikönyvek, és inkább azt tekintik ugye komoly vonulatnak, ami a neoavangárd tradícióiból táplálkozik, és nem a hagyományos, mondjuk úgy, hogy realizmusból, vagy amit régen úgy mondtak, hogy figuratív festészet. Ezt ma azt mondják, hogy ez valami zavaros dolog, a 60-as évekből korszerűtlen dolog, de nagyon erősen hangsúlyozni kell, hogy nem. Most így 60 év után már nyugodtan ki lehet mondani, hogy ez a magyar művészetnek egy nagyon értékes vonulata, ami mind a mai napig méltatlanul háttérben van szorítva a művészet történeti kézikönyvekben. Na most, ha már építkezés, akkor jussunk el Karácsony Gáborig is, és aztán lassan befejezem, nem egészen így van. Szóval ő is fest építkezéseket. Két építő képe van, az építkezés a Dóra kertben, itt lókint, meg az Erzsébet híd újjáépítése. Na most ezekben is az a szép, hogy ha akarom, ez is jól illeszkedik a korszaknak a építés metaforájával körülírható művészeti programjába, de azért ezek mégsem úgymond ilyen szociál építészeti képek, hanem ezek is a valóság fölötti öröm kifejezései, szemmel látható, hogy hát erről majd már beszéltem, meg lehet, hogy még egyszer majd elmondom, hogy amikor ő 59-ben kiszabadult a börtönből, amit ugye 57-ben róttak rá büntetést 56 miatt, akkor ő tényleg szinte naív módon szerette meg a valóságot. Amitől addig el volt zárva, és ez a képein és az írásain is tetten érhető, hogy végre itt van egy cigarettacsík, végre itt egy gyufásdoboz, egy kávéscsésze, és én ezt arrébb rakhatom, senki nem szól rám, hogy Karácsony ne tegye oda, mert mit tudom. Tehát a szabadság, ami abban nyilvánul meg, a börtönből való kiszabadulás szabadsága, hogy örülök a valóságnak. És azért az tényleg nagy örömet tud okozni, és ezekben a képekben én ezt látom. És nem a szocialista építésnek a, hogy most akkor majd ő is ilyen késői szociál festő lesz, és majd én is építőképeket fogok festeni. Nem, ő ezt látja és szereti. Megnézzük ugye a Dóra kertnek az egyik részletét. Hát itt már nem jut eszünk, hogy ez egy építkezés lenne, hirtelen azt se tudjuk, hogy mi micsoda. De roppant szép. Finom dolgok vannak, szinte minden négyzetméter más és más festői gesztussal van kidolgozva. Tehát nem tudok rajta róla mást mondani, mint tehát úgy dolgozik a kép felületén, úgy leli örömét a színek, a formák, a különböző technikák megoldásába, kivitelezésében, mint egy gyerek. Tehát szinte önfeledten tobzódik a valóság legelemibb dolgaiban. Falevelek, mit tudom én, gajacskák, kavicsok, akármi. Ez mind örömre ad okot, és mind egy végtelenül színes és gazdag, szinte azt mondom, hogy ilyen naív vagy gyermeteg jellegű festészetben ölt testet. Budakalászi tájgyáracskával. Tehát ez megint csak ugye nem egy szocialista nagyüzem, egy inotai hőerőmű vagy akármi,
Tehát Dunai Vasmű, ez egy gyáracska, és igen, ha akarom, akkor ebben is benne van, hogy persze mindig gyárakat festünk, ahol a munkásosztály dolgozik, de látnunk kell, hogy nem egészen erről van szó. Itt a tájon van a hangsúly, ennek a gyönyörű aranysárga tájnak a részletgazdag megfestéséről. Appá, most látom egy nemzeti lobogó, leng ott is, meg ott is, ugye a gyáracska mindkét, nem tudom milyen, ezek valószínűleg kémények lehetnek. Tehát eszünkbe nem jut a szocialista iparosítás Karácsony Gábor gyáracskájával kapcsolatban, igaz? És akkor hadd beszéljek még egy témáról, az emberábrázolás. Számomra ez is egy érdekes problematika, mert ugye a neo-avantgárdnak is, hogyha nagyon akarom, hát nincs emberábrázolás. Hát hirtelen elmondhatjuk a Jovánovics Györgynek az emberét, meg a Power Gyulának a Maja című szobrát. De igazából az emberábrázolástól tartózkodott mindenki. Sokkal jobb volt ironizálni, áthallásos képeket festeni, vizuális trükköket kitalálni, ez is jó, tehát ennek is van egy művészeti értelme. De mit kezdjünk az emberrel, ugye? Mert a régi szociál az elvárta azt, hogy hát akkor a dolgozó embereket kell megörökíteni érthető módon, de az a neo-avantgárd művész, aki mondjuk 1963-ban lakik a 8. kerületben, az most mit kezdjen a, mit tudom én, a környéknek a lakóival, vagy a bakácstéri fiatalokkal, tehát óhatatlanul visszalépne a realizmusba, amitől meg mindenki el akart távolodni, mert az egy gyanús dolog volt. Csak minél távolabb a valóságtól, minél abszurdabbnak lenni, minél kritikusabbnak, minél kétértelműbbnek lenni, ez a neo-avantgárd attitűdnek egy ilyen, szerintem egy lényeges mozzanata. De hát sajnos emberek éltek akkor is, és pontosan azt látjuk, hogy volt jó emberábrázolás. Voltak művészek, akik azt mondták, hogy én azért mégiscsak megpróbálnám megfesteni a pesti embereket. És ugye most volt a Mácsainak a kiállítása a Kiscelli Múzeumban évelején, hát ott is sok kritikus még mindig nem tért magához, hogy hát a Mácsai, hát az hogy túlságosan ilyen valósághoz leragadt, meg hogy olcsó festészet, hogy eladta magát, mert hogy ugye ez nagyon népszerűek voltak ezek a képei, és hogy akkor ebből jól meg lehetett élni. Miklós Pál, ugye, aki az Iparművészeti Múzeum igazgatója volt, egy híres orientalista. Én még az óráit is hallottam, és roppantul élveztem, és nagyon okos embernek tartottam. De véletlenül elolvastam egy kritikáját Mácsai Pálnak a kiállításáról, ami egyszerűen gusztustalan, ahogy ő ír, mert azt mondja, hogy hát a Mácsai az tulajdonképpen ugye hát nem is rossz üzlet, hogyha ilyeneket festegetünk. Mi köze van neki hozzá? Másrészt pedig mutasson egy művészt, aki nem pénzből él, és amikor a Szász Endrének a szemére vetették azt, aki egyébként egy zseniális grafikus művész volt, hogy hát ő is eladta magát meg, hogy pénzért dolgozik, akkor ő azt mondta, hogy kérem szépen, a Kossuth díjra itthon is többet adnak, mint a Munkácsi díjra. Tehát van értékbeli különbség a produkciók között. Hát akkor ezt vegyük tudomásul. És ma már azt látjuk, hogy Mácsai nélkül egyszerűen nem éreznénk ennek a kornak a hangulatát. Lehet, hogy azt mondjuk, hogy ez hamis, de miért lenne hamis? Tehát abban az időben is nehéz elképzelni, hogy értek mondjuk boldog emberek, és jól öltözött emberek voltak, és nem volt mindenki a rendszer ellensége, és nem mindenki azon törte a fejét, hogy hogyan, mit tudom én, juthatnék bármihez a szabályok áthágásával. Egyszerűen ez egy szeretni való kép, ami akár tetszik, akár nem, de úgy ábrázolja a 60-as évek Budapestjét, hogy az is szintén szeretnivaló lesz tőle. De ez nem baj. Tehát attól még nekünk lehet történetileg nagyon kifinomult véleményünk a Kádár korszakról, de ezek a képek hitelesek, és akár tetszik, akár nem, ezek rólunk szólnak.
és hogyha akarom, még azt is el tudom mondani, hogy hát ezek a fiatalok persze itt üldögélnek a Dunaparton, de ha akarom, beláthatom, hogy néznek a Duna felé, ami megy valahova, innen oda, és elvágyódnak, hogy milyen jó lenne, hogyha ők is elsodródhatnának a vizen, ugye ettől a kádári korszaknak a szűkített világából. Akarom, ezt is bele lehet látni, de valójában az a jó benne, hogy ennek állandó vibráló az értelmezése. Tehát egyrészt szól a korszak fiatalságának, a, mondjuk így, hogy boldogságáról, önfeledtségéről, ha akarom, jólétéről, nyugalmáról, és arról is, hogy hát nézzük a Dunát, tényleg milyen jó lenne egy kicsit eltűnni innen. Ez is hiteles, ez mind a mai napig egy hiteles életérzés. Úgyhogy Mácsait zseniális figurának tartom. Breznai József, nézzük meg, majdnem 100 évig élt. A BHG, az a Beloianis Híradástechnikai gyár volt, azt hiszem a Fehérvári úton. Annak volt egy nagy terme, ahol volt két óriási nagy falfelület, és annak a falképeihez készült az egyiknek ez a tanulmány, a munkáslányok, 1961-65. Ugye ezek se azok a munkáslányok, amik az 50-es években halálra dolgozzák magukat, hanem ezek, ha akarom, ezek már ma nőkkenek. Ezek csinos fiatal nők, vége a munkaidőnek, fölveszünk a cipőt, és akkor kitopogunk a Fehérvári útra, presszó, iszunk valamit, stb. Stb. Őnekik se volt könnyű az életük, azért kicsit nem akarom ugye idealizálni, de mégis nem tartom hamisnak azt, hogy egy művész boldognak festi meg a munkavilágát 1964-ben, és tulajdonképpen itt is megvan az, amit a Csernus Lachnernél látunk, tele van kacatokkal ez az egész, nem tudjuk ám, hogy mi a francot csinálnak ezek, de hát az nem egészen világos. De még sincs már az az érzésünk, hogy a környezet az úgy elnyeli ezeket az embereket, és nem találnak belőle kiutat, ez már egy kicsit levegősebb, vagy szabadabb világ. És persze van az emberábrázolásnak egy másik vonulata, amelyik nem tud elszabadulni a nagy realista tradíciótól, és az embert valamilyen módon egy hősi alaknak szeretné láttatni. És ez benne volt a szociál festői világában is. A munkások azok hősök, akik küzdenek ugye a munka frontján, néha elvéreznek, hősi halottak is vannak, de a dolguk az, hogy győzzenek. Na most ennek is megvan a hitelessége, ennek a fajta emberképnek. És ezt sokan próbálták a 60-as években is valahogy újjáéleszteni. De hát hogyan lehetett újjáéleszteni? Nagyon nehéz volt, mert hiteltelenné vált. Azt lehetett csinálni, amit például a Németh József csinált, ugye, hogy ikonszerűvé stilizálta az embert és a munkást. Tehát tulajdonképpen úgy ábrázolta, mint egy szentet, és azt mondjuk, hogy ez nem az 50-es, ez nem a 60-as évek munkása, hanem ez az örök harc ember palástban, tényleg olyan, mint egy szent valami ikonosztázról, van nála egy mérhetetlenül nagy fűrész, mint egy attribútum, amit tudom én valamelyik keresztény szentnek. Tehát van benne valami szakrális ebben a képben, meg van emelve a munkás vagy az embernek a képe, és ha akarom, ez egy hiteles megközelítés volt a 60-as években. De ezt nem nagyon szerettük. Az egyetemen ezekről úgy beszéltünk, hogy hát ezek még ilyen csökevények, mint hogyha a szociálból maradt volna még valami, hogy még mindig így kell ábrázolni az embereket. Ki hallott Vecsési Sándorról? Teljesen mindegy. De ez a villanyszerelője is olyan, mint egy ikon, ugye úgy ül ott a villanyszerelő egy ilyen bonyolult, mit tudom én, kapcsolótábla előtt, vagy egy ókeresztény szent, ugye olyan testtartásban, fején nem korona van, hanem valami svájci sapkaszerűség, de akkor is érezzük, hogy ez most nem dolgozik, hanem ő szimbóluma az egész munkának, amit ő véget. Tehát ez egy komoly ábrázolás. 1,40 méter. Tehát nem az, hogy a Vecsési fölskiccelt egy villanyszerelőt, hanem egy komoly emlékművet állított neki.
hogy amit nagyon szeretek, ugye a Szalai Ferencnek a TS vezetősége 961-ből, hát ez is olyan, mint egy középkori oltárnak, ugye az oromzata az apostolokkal. Négy, három ilyen kép, 3x4, 12. Kicsit egyformák, de mindegyik valamiben egy picit azért más, mint a többi. És egyáltalán nem érezzük azt, hogy ez a TS vezetőség, ezek a mi ellenségeink lennének. Sok bűnt elkövettek a termelőszövetkezetek nevében, meg a parasztság ellen, meg a TS-esítés során. De valakinek, hogy mondjam csak, jobb lett talán. És ezek az emberek, ezek valahogy ezt a egyszerű komolyságot sugározzák, tényleg olyanok, mint az apostolok, a Krisztus követői, ugye, hogy hát mi vakon hiszünk neked, Mester. Ők is az, ez volt az utasítás, ezt kell csinálni, kedves elvtársa. De hogy mondjam csak, félelem nélkül tudunk ezeknek az embereknek a szemébe nézni, és lehet, hogy azt mondják, hogy jövőre majd ezt kell, meg azt kell, és utána meg, amikor kivonulnak a tanácsteremből, akkor ugyanolyan egyszerű emberek, mint mi vagyunk. Ugye ezt a kancsót, ezt ismerjük úttörőtáborok, kisztáborok üzemi étkezdék asztaláról, poharak, egy-egy víz, mit tudom, hogy micsoda. Tehát ez is olyan, mint egy szent kép. Ez is az ember ábrázolásnak egy új lehetősége, ami elrugaszkodás a szociáltól, de mégis a valósághoz kötődő formában. És ez most ugye lehet, hogy egy-kettejünknek ezek így beugranak, de még egyszer mondom, nincs benne a művészettörténeti kézikönyvekben ez az egész. Európai iskola van, ott vannak az avantgárdok, szürrealisták, Bálint Endre, jöjjünk tovább, Tóth Menyhér, stb. Jobbnál jobb művészek, de ez a látásmód, ez el van felejtve. És azért beszélek erről, mert vagy van egy ilyen naívabb megközelítés a valóság ábrázolásában, mint amit a Cimra Gyula képviselt, vagy, bocsánat, Kurbé az ott véletlenül ott maradt, az ornáni temetés, Berki Viola nagyszerű képét mutatom. Itt is megfigyelhető az az aprólékos, finom ábrázolás mód, ami egyébként a Karácsony Gábornak is a 60-as évekbeli képein. És majdnem végezetül hadd ejtsek pár szót Szilveszter Katalinról. Ez a kis kép, ez a csendélet vagy festő ládikó, ez már mája, mintha a Karácsony Gábor festette volna. Tehát a látásmódja, felfogás, az, hogy telenyomja a hasonló kis dolgok, élvezi a dolgok különböző színét, formáját, egy csodálatos kis kép. És önmagában ez a kis szekrényke tényleg olyan, mint egy ünnepi ajándék, hogy akkor, és most megmutatom, hogy mit hoztam nektek. Egy festőládikót, tele színes üvegcsékkel. Szóval gyönyörű az egész. De Szilveszter Katalin volt az, ugye egy hasonlít az, amit a Karácsonynál is látunk. Most miért ez jön? Én nem ezt akartam mutatni. De mindegy, tehát ugyanaz a finom és részletgazdag, aprólékos ábrázolásmód, ami a Karácsonynak a 50-es, 60-as évekbeli festészetében is megfigyelhető. Ja, tudom már, hogy hogyan akartam ide kanyarodni. Igen. Tehát ugye ennek az egész festészetnek, Karácsony Gábor festészetének a fordulópontja 59-ben ez a bizonyos Padlás ajtó című kép, amiről ő meg is írja, hogy ugye a börtönből való szabadulás után kicsit olyan volt ez az egész, mintha valóban a börtön vas ajtaja kinyílt volna, és azt mondta, hogy Karácsony elvtárs, mehet, menjen innen, vége. Nem is akarjuk látni többet. Jól viselkedjen, nem akarom, hogy visszajöjjön. És akkor ezt érezzük, a szabadság levegőjét, a Gellért-hegyi ház, amiről többször ír, az a terasz, amire nyílik a padlás ajtó, és ami ez, ugye az előző képnek a részlete, egy kicsit itt összekeveredtünk, ugye az a kép, arra nyílik ki a padlás ajtó,
És akkor fölfedezem a világot, és megszeretem minden mozzanatát, nézzük meg a leveleket, a technikai megoldások, odafestek egy színt, és valami tárgya, blut, belenyomkodom ezeket a köröket, és akkor attól képződnek ezek a jó kis formák. Vagy amiről az elején beszéltem, gyufaskatuják, szögek, cigarettacsikkek, kávéscsészék, nézzük meg a háttér, ugye toboz. A háttérben ott is még mennyi minden van. Még mindig lehetne még mélyebbre menni, és még mindig találnánk valamit. Ez csodálatos. Vagy ebből a korszakból mutatok néhány képét, ugye a Gellért-hegyi táj sufnival, hát ma már nem így néz ki a Gellért-hegy, de itt most a festészetről beszélünk. Ezek nagyon-nagyon szépek. Igen, ugyanez a korszak. Majd visszajutok ám a Szilveszter Katalinhoz. Ugye itt is, hát akármelyik részletét nézzük, mindegyik végtelenül változatos, festői, érdekes, és a szabadságról szól. Na tess, itt van a Kóka Ferenc tájképe, 65-ből. Hát ha nincs odaírva, hogy Kóka, és mondjuk a hagyatékban megtalálnák, akkor azt mondom, hogy furcsa, de igazából belefér. Tehát sok rokona van. Ebben a korszakban Karácsony Gábornak festői látásmód stílus tekintetében nem annyira a Csernus, nem annyira a Lakner, de a Kókából van valami, és a Szilveszter Katalinból is van valami, ugyanis a Szilveszter Katalin egyik a keveseknek, akik portrét is festenek. Na ez az, ami a 60-as évek festészetéből tulajdonképpen fájdalmasan hiányzik. Mindenki mindenfélével próbálkozott, csak arra nem gondoltak, hogy hát az ember ábrázolás. És nem a munkás, nem a típusok ábrázolása, hanem az individuumok ábrázolása. Ez az, amit a 60-as évek nem szeretett, mert azt mondta, hogy ugye legyünk olyanok, mint a többiek. Tehát azt mondja, hogy ne egyénieskedjen, meg mit tudom én, tessék alkalmazkodni a többiekhez. A portréművészet azonban mégiscsak az egyéniségről szól, aki szabad, független, autonóm, stb., és nem akar beleolvadni a tömegbe, mint a Lakner Lászlónak a Kínai építőmunkások című képén. Tehát a Szilveszter Katalinban az a fantasztikus, hogy tulajdonképpen fölfedezi a portrénak a műfaját. Vagy ő fedezi föl, vagy valaki más, de a Karácsony Gábor életművében, a 60-as években ez egy nagyon erős vonulat. És végignézhetjük az egész nagy magyar festészetet, akikről tanultunk. Talán a Bernát Aurél meg a Czóbel Béla festenek portrékat, de hát akkor ők már aggasztjának 60 év fölötti emberek, 60-70 körüli emberek. De az új nemzedékből senki nem fest. Barcsai Jenő nem fest portrékat, bár ő is a régi nemzedéknek a tagja. És kész. Akik portrékat festenek, azok a régi szociál emberek. Ugye a Csáki Maronyák, az kiváló portréfestő volt, meg a Mácsai is rengeteg portrét fest, csak ők azok, akiket azt mondták, hogy hát ez már nem az igazi, ez nem a modern művészet. És hogy a Karácsony Gábornak mi volt a motivációja, miért gondolta azt, hogy ez fontos a portré műfajában is elmélyednem. Ezt nem tudom, de valószínűleg ebben is benne van a feletti öröme, hogy kiszabadultam a börtönből, és végre a barátaimnak a szemébe nézhetek, és lerajzolhatom, és lefesthetem őket, és saját magamat is lefesthetem. Tehát a lényeg, amit szinte így zárásként szeretnék mondani, hogy a Karácsony korai életművében, a 60-as évekbeli festészetében nagyon erős a portréművészetnek a jelenléte, és ebből a szempontból ez egy különleges értéke az életműnek, és egy különleges helyet foglal el a 60-as évek festészetében, amihez foghatott hirtelen csak, ugye ugyanebből a generációból, csak a Szilveszter Katalinnál találtam. Úgyhogy sok tovább gondolandó téma van még, amit ezzel kapcsolatban majd egyszer el szeretnék mondani, és ki szeretnék dolgozni. Inkább ezt csak azért mutattam, hogy saját magamnak is felkeltsem az érdeklődését, meg a tisztelt hallgatóságnak vagy társaságnak is, hogy egy kicsit
másképp lássuk Karácsony Gábor festészetét, vagy lássuk benne azt, amit a művészettörténeti könyvek még eddig nem írtak le. Köszönöm szépen. Ez itt van. Itt van, csak ez nagyobb és jobban látni. Ott lóg.